Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi szó is október 28-án. A hold. A mai napon az Uttara Padra holdházban van. Ez kihat a mai napra, és azt közli velünk, tisztítsuk meg a gondolatainkat, és az érzelmeinket. És ez úgy érthető, hogy például, ha van egy ilyen gondolat, ezt én úgysem tudom megteremteni, ez a férfi úgysem tér vissza hozzám, számomra minden olyan bizonytalan, semmi nem sikerül. Ha vannak ilyen gondolatok, akkor el kell búcsúzni tőle, mert az kihat az érzelmeinkre. Kivált bizonytalanságokat, gyakran félelmeket is. Tehát itt most az a fontos, hogy ezeket a gondolatokat és érzelmeket megváltoztassuk, hogy jó irányba forduljanak az események, mert ez kihat a jövőre. A mai holdház felett Ahirbhutia uralkodik. Ez lefordítva azt jelenti, egy kígyó, ami a mélyből jön. Ennek van egy szimbolikus jelentése, mégpedig utal a megújulásokra. Benne vagyunk ebben a transformációban. A mai napon van egy opozíción, ez azt jelenti, hogy valami szemben áll, mégpedig a hold a Vénusz bolygóval. Mindkettő nőies energia. A Vénusz bolygó az utal a szerelemre, a nőiességre, a vágyakra, a hold pedig az anyai érzésekre, vagy a mély érzelmekre, és az álmokra, a vágyakra is. Ők most szemben állnak, itt tükröződik valami, ami hat ránk hölgyekre. Itt meg kell a belső nyugalmat, egyensúlyt tartani, azon kívül valami történik a mai napon, ami tükröződik számunkra, lehet, hogy a szerelmi élet területén, vagy egy kreatív munkaterén, ez is előfordulhat, és kihat az érzelmekre, ez a hold energiája. Lehet, hogy itt vannak változások, a hold hatása alatt ez előfordulhat, de ne féljünk ezektől az újdonságoktól, hanem érezzük ezt a belső nyugalmat, figyeljünk oda, hogy mi történik a mai napon, mi tükröződik számunkra, milyen változások vannak, és minden helyzetben őrizzük meg ezt a belső egyensúlyt. Közeledik egy másik opozíción, Uránusz bolygó és a nap között, ami hamarosan érezhető lesz, ott is változásokról lesz szó, kell a belső egyensúly, újra tükröződik valami, a nap energiájával ez látható lesz hamarosan, vagy kiderül a valóság, tehát lesznek változások, megújulások, vagy lesz egy meglepetés. És ez volt a mai felvételem, Mizó is október 28-án. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!